Sziasztok, ez a Professionals második évada, és most megpróbálunk egy lépéssel messzebbre menni, és nem csak hangban, de képben is igyekszünk itt lenni. És a második évad első vendége Kis Anita, a Heineken HR vezetője. Szia Anita, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok. Abban maradtunk, hogy ma a diverzitásról és arról fogunk beszélni, hogy ezt nektek mit jelent a Heinekennél. Mit jelent a diverzitás a Heinekennél? Alapvetően egy nagyon komoly része a stratégiánknak az, hogy sokszínű kultúrát teremtsünk, de nem csak a sokszínűség, hanem az ezzel együtt járó, illetve szerintem sokszínűség nincs befogadás nélkül, ezért mi azt mondjuk, hogy sokszínű és befogadó kultúrát szeretnénk teremteni, és azon dolgozunk, hogy ez minél inkább megerősödjön a szervezetben. Ez nyilván jelenti azt, amit egyébként szerintem nagyon sok cégnek ma jelent, hogy dolgozunk azon, hogy több női vezetőnk legyen, hogy a férfi-női egyensúly meglegyen a szervezeten belül, az arányok megfelelőek legyenek, ha van ilyen. És ugye nyilván dolgozunk azon nem csak itt Magyarországon, hanem világszinten, ahogy mondtam is, hogy minél több női vezetőt neveljünk ki a szervezetben, és minél többen erősítsük a döntéshozói testületeket például, vagy a döntéshozói csapatokat. Millió cég és más céges kultúrák, de biztos van mindennek valamilyen alapja. Miért pont ez a téma fontos számotokra? Amellett, hogy nyilván ez egy sok helyen felmerült ügy, de a helynek ennek miért olyan fontos ez? Nekem szerencsém van abban, hogy a saját értékrendemben is nagyon magas helyen szereplő sokszínűség és az elfogadás, ami egy nagyon fontos értéke a sokszínű kultúrának. Azt én személy szerint is fontosnak tartom és élem. És nyilván a Heineken egy részben még mindig családi vállalkozásként működő és holland családi vállalkozásként működő vállalat, így azért valahol jön a gyökerek és a kultúrában az, hogy elfogadó vagyunk. Másrészt azt gondolom, hogy nincs más út, tehát szerintem nincs olyan, hogy nem vagyunk sokszínűek. A világ önmaga is borzasztóan sokszínű. Nagyon sokféle módon és sokféle témában használjuk ezt a kifejezést, és tényleg azt hiszem, hogy nem lehet enélkül jól és fenntarthatóan üzleti működést, vagy üzletet működtetni, egy vállalatot működtetni. Ahogy mondtam is, nekem személy szerint is nagyon fontos az, hogy sokszínű csapattal dolgozzak együtt például. Én biztos, hogy nagyon nem szeretném azt, hogyha a csapatomban mindenki ugyanúgy gondolkodna például, ahogy én gondolkodom. Vagy ha otthon a párom, a barátnőm mindig ugyanazt akarná, és ugyanazt gondolná, mint én. De pedig sokkal könnyebb lenne minden. Nem tudom, hogy könnyebb lenne. Lehet, hogy egy ideig könnyebb lenne, vagy azt gondolhatjuk, hogy ez így könnyebb, de szerintem pont abban van a szépsége a különbözőségnek és a sokszínűségnek, hogy ez adja a tanulást, meg ez adja a fejlődést. Tehát az, hogy különböző módon, nézőpontokból látunk dolgokat, ha vitatkozunk, ha nem értünk egyet, és ezt nyilván jófélén tesszük, meg jóféle beszélgetésekkel tesszük, szerintem abból tanulunk, és abból fejlődünk. És ezért fontos nekem ez személy szerint, és ez az, amit én egyébként megtaláltam a Heineken kultúrájában, ezt a féle nyitottságot arra, hogy elfogadjuk egymást, akármilyen tapasztalattal, akármilyen szakmai múlttal érkeztünk, akármilyen nemzetiséggel, ugye ez is egy ága a sokszínűségnek, akármilyen kultúrából vagy generációs különbséggel érkeztünk, hogy van egy nagyon, nagyon jóféle elfogadás a szervezeten belül, és ez hozza azt is, hogy elfogadjuk azt, hogy különbözően gondolkodunk a dolgokról, és sokszor nem értünk egyet. És ha már tapasztalat megmúlt, meg hogy mivel érkeztél, te mivel érkeztél a Heinekenhez, mi a karrier sztorid, hogy lettél a Heineken HR vezetője? Hirtelen, váratlanul. Az egész karrier sztorim egyébként nagyon hirtelen és váratlanul alakult, és lettem én HR-es. Ácsnak készültél, de véletlenül HR-es. Igen, és egyszer csak rájöttem, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, de nem. Én nem ezt a karrierutat jártam be. Alapvetően közgazdászként végeztem, és aztán kommunikációval, marketinggel foglalkoztam, és a HR csak később jött az életemben.
Viszont ebben megtaláltam magam, és főleg a fejlesztésben, tehát amivel én sokat foglalkoztam, HR vezetőként is mindig a kedvenc területem volt az a vezetőfejlesztés, vagy szervezetfejlesztés. Bankszektorból érkeztem az FMCG-hez. Ez is egy nagyon érdekes kulturális váltás volt az én életemben. Jó és mondjuk kihívás értelemben is. Úgyhogy én 20 év bankszektor után, néhány év külföld, Ausztriában dolgoztam néhány évig, tértem haza a Heineken megkeresésére, és lettem a Heinekennek a HR vezetője most már 4 éve. Mi számít jobban, amikor egyik pozícióból mentél a másikba, vagy tapasztalat szempontjából mi számított jobban? Az, hogy hasonló létszámokat és hasonló méretű szervezetekben dolgozzál, vagy az iparág az számít-e bármit egyáltalán, amikor az egyik HR pozícióból mész a másikba? Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Engem viszonylag könnyű motiválni, vagy lelkessé tenni, hogyha látok abban, amit csinálok, vagy amit csinálni kell, értékteremtést, és látom azt, hogy én hogyan tudok ehhez hozzájárulni, és hogyan tudok értéket teremteni, akkor viszonylag könnyű velem együttműködni. És hogy ez volt megfigyelhető a karrierutam során is, hogy olyanféle dolgok irányába mentem, és ezért is talán a fejlesztés, amit az előbb említettem, nagyon jön ehhez, hogy igen, értéket lehessen teremteni, hogy mondjuk meg lehessen azt mutatni egy vezetőnek, hogy ő egyébként mire lehetne képes. És persze ebben voltak nagyon izgalmas dolgok is, és nagyon nagy arculcsapások is, amikor azt mondja neked egy vezetőfejlesztő programon, hogy ugye tudod, Anita, hogy én ebben az egészben nem hiszek, és ez egy butaság. Ez az egész vezetőfejlesztő tőzsdi, de így oké, miattad itt vagyok, és csinálom. És akkor ez dicséret, vagy nem? És akkor ez dicséret, mert azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy valamit nem viszünk el ezekből a programokból, és lehet, hogy nem mindenkinek ugyanaz a hitvallása, mint az enyém, hogy minden egyes nap fejlődünk, minden egyes nap tanulok valamit, de nyilván az önreflexiónk az nem ugyanolyan, vagy van, aki nem reflektál arra, hogy mi történt vele egy nap, vagy hogy mi az, amit csinálhatott volna másképp, vagy mi az, amit jól csinált, de hogy valamilyen hatások érik, és ez a hatás az, amit én szerettem megteremteni, kiváltani, és ezek voltak azok a hívások, amire én általában igent mondtam. És ha a diverzitás hívása, akkor a Heinekennél ennek a témakörnek a felkarolása, kezelése, képben tartása az egy HR feladat, vagy ez nem csak egy HR feladat, vagy csak egy HR feladat? Ez hogy néz ki? Mindenki szereti azt hinni, hogy ez HR feladat. Igen. Ez nem HR feladat. Aha. Még csak azt sem gondolom, hogy ez én feladatom. Az nyilván fontos, hogy legyen egy elköteleződés a vezetők részéről, a felső vezetők részéről, és ezt ugye nagyon sokszor mondjuk meg HR-esek, szerintem szinte minden programunknál, minden ötletünknél azt mondjuk, hogy igen, a siker záloga a felső vezetői elköteleződés, és ez így is van, de azért ez önmagában nem lenne elég, vagy ez önmagában nem elég. Ez a vezetőknek a dolga, és aztán mindenki másnak a dolga. Tehát az, hogy egy elfogadó kultúrát teremtsünk, ahol meghallgatjuk egymást, ahol visszajelzést adunk egymásnak, ez nem lehet a HR-nek a feladata. Én nem tudok mindenkit meghallgatni, nem tudok mindenkinek visszajelzést adni. Nekünk az a feladatunk HR-ként, és ez, amit egyébként a Heinekennél is évek óta teszünk, hogy a vezetőfejlesztő programnak a részévé tettük azt, hogy hogyan kell sokszínű és befogadó kultúrát teremteni, hogy hogyan kell a pszichológiai biztonságot megteremteni, hogy hogyan kell úgy visszajelzést adni, hogy az jóféle beszélgetés legyen, és hogyan lehet vezetőként visszajelzést kérni is, hiszen ez nem egy irányú dolog kell legyen, egy nyitott és befogadó kultúrában. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vezetőknek a feladata, és nem is feladat, hanem ez valamiféle érték, amit élni kell, de ehhez egy másik pillér, ami elengedhetetlen, az, hogy tudatosítsa a vezető azt, hogy ez micsoda, miről szól a sokszínű kultúra, mikor befogadó egy kultúra, mik az elemei, vagy mik az alapjai.
És akkor, ha ez egy tudatos szinten van, és a vezetőnek megvannak ehhez az eszközei, akkor szerintem tud ez a kultúra, vagy a szervezetben lecsorogni, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez a kultúránknak, a mindennapjainknak a része. Nátok többféle vezető van, gondolom én, mert többféle dologgal foglalkoztok Magyarországon. Hogy néz ki, csak hogy lássuk azt, hogy néz ki a helyneken, itthon mit is csináltok valójában? Uh-huh. Gyakorlatilag három fő munkavállalói csoportunk van, ami lefedi ugye a tevékenységünket is. A Heineken tulajdonában van a soproni sörgyár, tehát a soproni sör az, amit mi Magyarországon gyártunk a Heineken mellett. És ugye Sopronban van a gyártás, a termelés és a logisztika. Sopronban van fizikai munkavállalói állományunk, illetve nyilván ott is vannak ugye irodában dolgozó kollégák, ahogy Budapesten is, főleg a támogató területek vannak Budapesten, a klasszikus támogató területek, pénzügy, HR, kommunikáció. Ami a magyar operációt támogatja, tehát nincsenek regionális vagy globális funkciók. Nincsenek. A Heineken nagyon nagy önállóságot ad a helyi vállalatoknak, természetesen a stratégia kidolgozásában, akár például ugyanígy a sokszínűség vagy a fenntarthatóságnak a fontossága a stratégiában megjelenése, az nyilván egy globális dolog, és ez ugye párosul avval, ami szintén egy szerintem unikális dolog, hogy két ennyire erős márka, amilyenk, mint a Heineken meg a Soproni, mind a kettő nagyon nagy márka értéket képvisel, és ugye ez adja azt is, hogy Sopronban a kollégák, a soproni gyárban dolgozó kollégák nagyon büszkék arra, hogy ők ott dolgozhatnak. Mi is természetesen is nagyon szeretjük azt, hogy nagyon sok régi kollégánk van, aki 20-30-40 éve volt, hogy 45 éve nálunk dolgozó kollégát köszöntöttünk. És aztán van ugye az értékesítési tevékenység, ami pedig országosan értékesítési képviselőkön, területi képviselőkön keresztül történik. Tehát ez a három lábunk van. És ha már brandérték, akkor a Soproni nyilván itthon egy jól ismert, meg fogyasztott, meg közkedvelt márka, de ez megy exportra, vagy nem, az csak nem, Magyarországon? Nem. Aha. És akkor ehhez képest a Heineken, ez meg valami, amit az egész világ ismer, meg fogyaszt. Igen. Volt szerencsém élni Dublinban, és nagyon vicces volt, hogy ott egyébként nagyon sok olyan ír kollégám volt, aki egyetem Guinness-t iszogatott, hanem sokkal inkább Heineken, de lehet, hogy már a hazai mauncsi volt, vagy valami hasonló lehetett. Hát meg van különbség, azért a sörívők tudják, hogy egy Guinness meg egy Heineken között. Ja, persze, azért tök más dolog, tehát igen, meleg szendvics vagy pizza. Az... Sok színű ez igen. Is. Aha, igen. Okay. Sok mindent csináltok itthon, van akkor gyártás, termelés, logisztika, sales és sok minden más. Ez kicsit más kultúrákat jelent, vagy másfajta kollégákat, másfajta, hogy is mondtad, munkatársi csoportokat jelent, és másfajta vezetőket is jelent. A diverzitást magyar körülmények között a különböző egységekben hogyan tudjátok mégis megvalósítani úgy, hogy egy irányba menjetek ilyen szempontból? Alapvetően a sokszínű befogadó kultúra megteremtésének szerintem négy nagyon fontos alappillére van. Az egyik a tudatosítás, amit mondtam, hogy egyáltalán legyen ezen figyelem, beszéljünk róla. A vezetőfejlesztés. Az, hogy mérjük, szerintem nagyon fontos, ez is egy másik klasszikus HR-es sztereotípia, hogy csupa olyan dolgot csinálunk, aminek úgy sincs tétje, mert ki tudja azt nézni, hogy akkor most valakinek fejlődött vagy sem a kommunikációs készsége. Hát mondjuk az pont látszik. Szerintem lehet ezeket a dolgokat, igen, lehet, hogy nem jó példát mondtam, de hogy sokszor ugye a készségfejlesztésnél azért ez felmerül, persze, hogy de lehet ezeket nyilván, ezeket is lehet mérni. Tehát a mérés a harmadik, és a negyedik az, hogy a folyamatainkban is jelenjenek meg azok az alapelvek és azok az értékek, amiket vallunk. Szerintem, hogyha ennek a négyesnek a kombinációja megvan, akkor
akkor is, hogyha másféle a munkavégzés, ha másféle feladataink vannak a mindennapokban, és ez mondjuk más tudást, tapasztalatot, iskolázottságot jelent, akkor is vannak olyan biztos pontok, olyan igazodási pontok, amik segítik azt, hogy egységes legyen az, amiről mi beszélünk, vagy ugyanúgy beszéljünk a sokszínűségről mindenhol, függetlenül attól, hogy ezt mondjuk a gyárban tesszük az operátor kollégáknak, vagy az értékesítőknek, vagy mondjuk a budapesti irodában. Aha. Persze van abban különbség, hogy ki mennyire találkozik egyébként ezzel a témával, és ezért mondjuk a tudatossága, vagy a megértése milyen szinten van. Ebben vannak különbségek természetesen, tehát nem feltétlenül generációs különbségek is egyébként, ahogy ugye mondtam az előbb, hogy nagyon sok régóta velünk dolgozó értékes kollégánk van. Nyilván vannak olyan területeink, a marketing klasszikusan ilyen, két ilyen erős brenddel rendelkező cég, nagyon vonzó a marketinggel foglalkozó kollégák számára, és nagyon sok fiatal marketingesünk van, akik egy teljesen másik generációt képviselnek. Nagyon sok, az átlag életkorunk egyébként 42-43 év, tehát hogy azért ez látszik. Igen. Pontosan azért, mert ugye a termelésben, a gyártásban, és egyébként az értékesítésben is nagyon sok régóta velünk dolgozó kolléga van. Ezt picit a másik oldalon, a serpenyőben, vagy a mérleg serpenyőjében pedig ugye, amit mondtam épp az előbb, hogy marketingeseknek vonzóak vagyunk, és ott viszont nagyon sok fiatal kollégánk van, nagyon sokan kerülnek be gyakornokként, nagyon sokan kezdik el mondjuk a pályafutásukat nálunk, úgyhogy ők egy mondjuk Z-generációs kolléga másképp viszonyul ezekhez a kérdésekhez, hogy sokszínűség, megnyitottság, mint mondjuk azok a kollégák, akik Sopronban dolgoznak, és mondjuk kevésbé találkoznak ezekkel a témákkal. Úgyhogy amit erre pár évvel ezelőtt elkezdtünk, egyébként 2019-ben kezdtünk el struktúráltabban foglalkozni a sokszínű befogadó kultúra teremtéssel, vagy erősítéssel, akkor volt egy online felmérés, fókuszcsoportok, hogy mit is jelent ez nekünk, és az azért látszott, hogy évek óta mindig nagyon magas pontszámot ért el az elkötelezettség felmérésünkben, évente van ugye ez a klasszik éves dolgozói felmérés, és ebben van egy külön kategória, ami a sokszínű befogadó kultúra kategória, ahol megkérdezzük azt, hogy mennyire befogadó a kultúránk, mennyire látják azt a kollégák, hogy egyenlő esélyeket biztosítunk mindenkinek, és 90% fölötti eredményeink voltak éveken keresztül, és aztán amikor elkezdtünk ebben picit tudatosabban foglalkozni, hogy oké, akkor legyen arra stratégiánk, hogy hogyan erősítjük meg, megtaláljuk meg azt, hogy mi az, ami itthon nekünk mégis ebben a témakörben fontos lehet. Én mondtam azt a kollégáimnak, hogy nem lepődnék meg, hogyha ez csökkenne ez a szám. Ez egyébként meg is történt, mert hogy ugye kinyitottunk új ajtókat. És ezek az új ajtók azok, ahogy megpróbáltunk közeledni azok a kollégák felé, ahol nem volt elsőre értés arról, hogy mit akarok én avval, hogy gender balance. Tehát ha én lemegyek Sopronba, és az operátor kollégáknak arról beszélek, hogy fontos, hogy legyenek női munkavállalóink és női vezetőink, lássuk be őket, ez nem fogja érdekelni. És ezt semmiféle rossz indulattal nem mondom, hanem egyszerűen ezek tények. Ugye igen, a gender balance volt az első, amit mi is elkezdtünk mérni, és elkezdtünk olyan programokat szervezni, amivel javíthatjuk ezt az arányt, de aztán a tavalyi évben a kultúra sokszínűségére és a kulturális sokszínűségre helyeztük a hangsúlyt, az már egy picit közelebb volt hozzájuk is, tehát ott már sokkal jobban értették azt, hogy vannak külföldi vezetőink, például ők szerveztünk Holland napot, vagy Velszi napot, mert a pénzügyi igazgatónk Velszi, és akkor ő sütött süteményt, ami az ő specialitásuk, vagy
sajátjuk, tehát avval már egy picit olyan ajtókat nyitogattunk, amivel könnyebb volt belépni ebbe a térbe, és aztán az idei év az, ami a generációk sokszínűségéről szól, és ez az, ami igazából náluk is célba talált, mert hogy ez viszont tényleg mindenki számára érthető, elfogadható, sokkal közelebb van hozzájuk azt, hiszen az, hogy régóta velünk dolgozó kollégák vannak, ez nyilván azt is jelenti, hogy ugye azért ők már úton vannak mondjuk a nyugdíj felé, és nyilván szeretnénk az utánpótlást a fiatalabb kollégákból megtenni, úgyhogy ott a generációs különbségek, a generációk sajátosságai egyértelműen jelen vannak, és ezzel viszont már őket is sokkal jobban elértük, és nyilván ugye a vezetőket is igyekszünk ezekben a témákban fejleszteni, vagy egyszerűen csak beszélgetni ezekről a témákról a vezetőkkel, hogy ők viszont tudjanak a saját csapataikkal. Igen, azt jó, ha értjük, hogy mi az a diverzitás, amiről a ti esetetekben, vagy egy Magyarországon működő cég esetében tudunk beszélni, hiszen nyilvánvalóan amellett, hogy van a külföldi kollégáitok, de ez Magyarország is, nem New York, tehát nem egy óriási kulturális olvasztó tégely, olyan irgalmatlan nagy különbségek valószínűleg nincsenek, de korban, férfinői viszonyokban azokban lehetséges, hogy előfordulnak ilyen különbségek, és akkor, ha már kornál tartunk, akkor és említetted, hogy sok kolléga dolgozik, aki régóta van veletek a soproni gyárban. Ugyanígy vannak ilyen kollégák a budapesti irodában, vagy ez kifejezetten a sörgyártás részére vonatkozik? Vannak az értékesítésben is, illetve a támogató területeken is vannak kollégák, akik régóta velünk vannak. Tavaly karácsonykor szoktunk, ugye a karácsonyi rendezvényen szoktuk köszönteni azokat a kollégákat, akik jubilálnak, és tavaly is 25-20, tehát bőven voltak. Közel 60 kollégát köszöntöttünk. Ezek 50-60 körüli kollégák. Akár, igen. Akkor ez biztos hozzá egyfajta HR kihívást is, akár Budapesten, akár a soproni gyárban, a korosztálybeli különbségek, vagy egyáltalán azok, hogy bizonyos korosztályokkal föl tudjátok tölteni a csapatot, vagy legyenek, vagy a diverzitás hozzon igazából ilyen szempontból előnyöket. Szintén a dublini tapasztalatom, sok őszhajú kollégát láttam ott az irodában, és ez azért a budapesti irodákban sokkal kevésbé fordul elő. De hogy említetted, nálatok Sopronban vannak bőven olyan kollégák, akik régóta dolgoznak ott. Vannak korosztályból fakadó kihívások, vagy korból fakadó kihívások Budapesten, vagy Sopronban? Alapvetően a tudás átadás szerintem az, ahol ez a leginkább tetten érhető, mert hogy az, hogy a különböző generációk hogyan tanultak, mi az ő tapasztalatuk, mi az ő útjuk, amit bejártak, az nyilván hat arra, ahogyan egymással kommunikálunk, ahogyan átadjuk a tudásunkat, ahogy próbálunk valakit mondjuk betanítani. Úgyhogy ezekben a helyzetekben azért tapasztaljuk ezt, és épp ezért szeretnénk segíteni az ottani vezetőinket is abban, hogy, és egyébként a kollégákat is, tehát most ősztől lesznek majd generációs workshopjaink, ami kifejezetten arról szól, hogy teljesen random, tehát nem egy adott terület, vezető és csapata, hanem hogy teljesen cross-funkcionális hívjuk meg rá a kollégákat, és beszélgetünk erről, hogy nekik ez mit jelent. És szerintem akkor megint csak, ha adunk erre egy tudást, és tudatosítjuk azt, hogy ez van, és ez nem jó vagy rossz, hanem mert ez egyszerűen... Mert öreg, igen, hanem hogy ez egyszerűen egy belejáró dolog az életnek a része, és hogyha ha ez megvan, és ez a felismerés megvan, és erre tudunk eszközöket is adni, hogy oké, de egy Z-generációs milyen tapasztalatokkal nőtt fel, milyen generációs lenyomatai vannak, vagy mondjuk egy Z-generáció hogyan nőtt fel a digitális világban, talán ez a legkontrasztosabb, vagy a leginkább mindenkinek rögtön beugró dolog, hogy digitálisan mennyire vagyunk fejlettek, vagy mennyire abban a világban nőttünk fel, ahol ez része volt az életnek, akkor persze, hogy egyértelmű, hogy nem ugyanúgy fog tanulni egy 25 éves, mint mondjuk, ahogy tanult egy 45 vagy 50 éves kolléga. Úgyhogy vannak igen ilyen jelenségek, illetve ami még szerintem egy speciális dolog a mi esetünkben, és egy érdekes dolog, hogy van egy kollégánk, illetve több kollégánk van, de van egy kollégánk, aki az utolsó olyan évfolyamba járt
és 35 éve dolgozik nálunk a Soproni Egyetemen, ami sörgyártó szak volt. Na igen. Azóta ilyen nincs. Aha. Ez nyilván megint csak azt a HR feladatot adja, hogy azok a kollégák, akik ott dolgoznak a gyárban, azt a hatalmas tudást, amivel ők rendelkeznek, és ezt a borzasztó értékes tudást, amit szinte ma már megkapni sem lehet, azt átadják a fiatalabb kollégáknak, illetve a másik kihívásunk, hogy találjunk fiatalabb kollégákat, mert megint csak is nem akarok sztereotípiákat mondani, de igen, azért az is igaz, hogy a fiatalok nem nyitottak arra, és ők nem akarnak gyárba dolgozni, ők nem akarnak három műszakba dolgozni, mert sokkal több izgalmas dolog van, és lehet influencernek lenni, vagy nem tudom, bárminek is, ami egy könnyű útnak tűnik ahhoz képest, hogy egy gyárban, termelésben, két-három műszakban dolgozom. De sört főzni, az jó dolog. Szerintem az egy klassz dolog, és nyilván ebben bízunk mi is, hogy ez a féle érték, ez lehet egy jó munkavállalói arculat, és találunk utánpótlást, de azért ez nem egy könnyű dolog. Na, akkor nyissuk ki egy pillanatra a sztereotípia ládát, nyilván óvatosan, de persze, gondolom a marketingben olyan irgalmatlan korosztálybeli diverzitás kihívások nincsenek, mert gondolom nem túl sok 60 pluszos, nem tudom, kevesek. Social media manager van. De igen. Akkor ugyanúgy viszonylag kevésbé generációs sörfőző mester. Igen. És honnan lesznek sörfőző mesterek? Annak azért örülök, örülünk, hogy itthon a sörgyártásnak, és ez főleg ugye a kézműves sörök készítésével is, azért lett egy újabb hype-ja, és szerintem nagyon sokan kezdtek el foglalkozni vele, meg szeretik. Ez azért segít nekünk is, hogy van a sörfőző mesterünk is egyébként, ő is egy fiatal kolléga. Lehet találni. Nem könnyű, de lehet találni. Ha már kinyitottuk ezt, akkor nagyon érdekel. Vannak-e olyanok, mert én ezt képzelem el, vannak-e olyanok, akik elmentek valami craft sört gyártani, aztán elengedték, és aztán végül kikötöttek nálatok, vagy ez nem annyira jellemző? Van-e átjárás a craft sört gyártó és a Soproni gyárban dolgozó, vagy a Heineken sört gyártó között? Hát a mi sörfőzőmesterünk egyébként, ő egy kézműves sörgyártótól, egy saját kézműves sörgyártót vitt, és onnan érkezett hozzánk pár évvel ezelőtt, igen. Akkor... Tehát van. Akkor olyan, mint hogyha, nem tudom, sztárdából elment volna az óriás finance cégig, vagy olyan hasonló. Igen. Egy példa biztos, hogy van. Lehet, hogy van több is, ezt most szégyellem, de nem tudom, hogy van-e a kollégák között, akik esetleg megjárták azt az utat is, de egy példánk biztos, hogy van. Hogy tartjátok meg az időskor, vagy az idősebb, vagy a tapasztaltabb kollégákat ilyen sokáig? Inkább a szakma tartja meg őket, vagy a Heineken tartja meg őket? Is, szerintem mind a kettő. Én hiszek abban, hogy a kultúránk és az a fajta szervezeti tudás, ami van, ez mind a kettő segít abban, hogy meg tudjuk tartani a kollégákat. Nyilván nincsen könnyű dolgunk, és főleg az elmúlt pár évben nem volt könnyű dolgunk. Én ugye, ahogy mondtam, pont a COVID előtt érkeztem a Heinekenhez, úgyhogy egy nagyon izgalmas utat jártam be abban, hogy hogyan kezeltük mondjuk azt a válságot, aztán ugye az inflációs környezet, a munkaerőpiaci helyzet, azért ezek nem könnyítik meg a mi dolgunkat sem, az sem, hogy a sörgyár Sopronban van, nyilván az osztrák határ közelsége egy megint másik színezetet ad annak, hogy mennyire tudunk mi kollégát megtartani, vagy mennyire tudunk bevonzani. Ezek olyan adottságok, amit lehet felfogni nehézségként, meg hát nyilván igyekszünk úgy felfogni, hogy oké, ezek adottságok, ez egy helyzet, ebben működünk, de hogy találjuk meg azokat az utakat, ami mégis lehetővé teszi azt, hogy sikeresen és fenntarthatóan működjünk, és megtaláljuk azokat a kollégákat, akik aztán tényleg szívesen meg büszkén lesznek akár a Heineken, akár a Soproni sörgyártói. A diverzitásból fakadó előnyök eladása, mint egy ötlet, erre milyen eszközeitek vannak? Mit csinál a HR, hogy ez megtörténjen? Említetted, hogy vannak workshopokat, ahol meghívtok többeket. Említetted, hogy csináltatok ilyen cross-kulturális napokat.
Mit fogtok még csinálni? Uh-huh. Van egy szerintem izgalmas dolgunk ebben. Mi összekötöttük a sokszínű és befogadó kultúra programjainkat a jól lét well-being programokkal. Okay. Ez is egyébként segített abban, hogy közelebb hozzuk a kollégákhoz. Mm. Nyilván könnyebb volt arról beszélni, hogy egy jó munkahelyi környezet megteremtése az miért fontos, és ennek ernyője alatt arról beszélni, hogy egyébként ez hozzájárul az is, hogy a különbözőséget tiszteljük, elfogadjuk, és értékként tekintünk rá, amellett, hogy mondjuk az egészségünkre, vagy a fizikai jólétünkre figyeljünk. Úgyhogy amit mi teszünk, az az, hogy minden évben van egy éves naptárunk, minden hónapban vannak dolgozói eseményeink. Ez lehet egy fizikai, főleg mióta tényleg lehet fizikai program, lehet egy kisebb rendezvény, aminek vagy a sokszínűség, vagy pedig a well-being témaköréből veszünk egy fő témát, vagy egy olyan, mondjuk egy nemzetközi naphoz kapcsoljuk, a fedhetetlenség hete, vagy a tavaly előtt augusztusban csináltunk egy olyan kerekasztal beszélgetést, ahol a női vezetőkről beszéltünk, női vezetőinkkel beszéltünk arról, hogy ők hogyan lettek vezetők, milyen nehézségeik, vagy sikereik voltak ezen az úton. Tehát, hogy mindig vannak, havonta vannak olyan programok, amit tervezünk, vannak ehhez kapcsolódó játékok, kvízek, alapvetően ez, ami a gerincét adja ezekbe ezeknek a programoknak. Ezekbe be tudjátok húzni a termelésbe dolgozó kollégákat? Úgy szoktuk megvalósítani, hogy ha van egy mondjuk egy nemzetközi nap, ami a naptárunkban szerepel, akkor kitaláljuk azt, hogy hogyan lehet ezt az irodai környezetben, és hogyan lehet ezt a gyártói környezetben. Én nem állítom, hogy ez mindig maradéktalanul sikeres. Nagyon függ a témától, meg azért a termelésben nyilván függ a munkavégzés. Is. Tehát ugye ott azért a kollégák nem tudják annyira rugalmasan kezelni a munkaidejüket. Tehát ezekre oda kell figyelni, és ebben folyamatosan tanulunk, hogy lehet ezt jól csinálni. De igen, minden helyszínen igyekszünk hasonló, hanem is ugyanazt a programot megszervezni. És a másik nagyon erős lába ennek, sokszor említettem már, de tényleg ez az egyik legfontosabb pillérünk, a vezetőfejlesztés, amiben mi behoztunk egy olyan módszert, amit, ezt nem fogom tudni magyarul, nem is használjuk magyarul, de... Semmi gond, mondd hollandul. Listening sessionöknek hívjuk őket, és gyakorlatilag beszélgetünk, tehát így mondom magyarul, hogy beszélgetünk egymással, ezt az óriási dolgot találtuk fel. Ezt tesszük a vezetőkkel, de egyébként ezeket a listening sessionöket behoztuk úgy is, hogy szerveztünk például frissen apukává vált kollégáknak ilyen alkalmat, vagy frissen visszatért kismamáknak ilyen alkalmat. Tehát, hogy igyekszünk a sok színűséget behozni ezekbe a beszélgetésekbe, tesszük ezt úgy is, hogy nem, tehát a szervezet minden szintjéről érkezhetnek kollégák erre. Tettük ezt úgy, hogy női vezetők, akik mondjuk belső karrier utat futottak be, és a Heinekenen belül váltak vezetővé, velük tartottunk ilyet. Tehát, hogy minél többféle témában, de ezt a formát választva, hogy egy-egy hívószóval, egy-egy témával indítunk, és akkor gyakorlatilag a kollégákkal beszéljük meg azt, hogy ők ebben mit látnak pozitívumként, mi az, amit kihívásnak látnak, és ebből is egyébként lesznek aztán akcióterveink, és ebből is lesznek aztán olyan lépések, amivel ezt a kultúrát, vagy ezt az agendánkat tovább tudjuk fejleszteni, és tovább tudjuk vinni. Vannak a gyártásban női vezetők? Vannak egyébként, igen, a logisztikai vezetőnk, sőt a logisztikai területen többen is, minőségbiztosítás területén is kevesebb. Női sörfőzőmester van egyébként? Hát volt nálunk valaha? Nincs, és nem is volt az én tudomásom szerint. Aha. Egyébként nem tudom, hogy a közép-kelet-európai régióban van máshol gyártókapacitás a helynek ennek? Tehát van, amihez összetudjátok, és van is összehasonlításotok, hogy ott a hasonló programok hogyan működnek? Uh-huh.
Van. Ugye, amit én még szintén nagyon szeretek, az az, hogy a sokszínű és befogadó kultúra megteremtése, ez tényleg a stratégiánk része, de olyannyira, hogy ugye a Heineken tőzsdei cég, tehát nyilván az, hogy mi milyen mérőszámokat, milyen célkitűzéseket teszünk, annak azért jelentősége van, és nyilván publicitása is. És ezt az egész témát mi a fenntarthatóság témakörében vagy fenntarthatóság témakörébe tettük, és természetesen vannak ebben célkitűzések világszerte, éppen ezért mérés is, amit mondtam, hogy szerintem fontos ahhoz, hogy lássuk a fejlődést, és lássuk azt, hogy tényleg történik valami. Tehát igen, látjuk az összehasonlításokat. Van egy programunk például a Women in Sales, ami azt segíti, hogy az értékesítésben több női kolléga legyen, és ezt látjuk minden országban. Azt tippelném, hogy van egy csomó női kolléga az értékesítésben. Nem? Az az érdekes, hogy nem feltétlenül, illetve nem feltétlenül vezetői szinten. Aha. Ugye az, hogy az értékesítő kollégák egy részük mondjuk a retail üzletekbe, tehát a bolthálózatokat látogatják, mások ugye vendéglátó egységeket. Emlékszem, rá mindig láttam matricás autókat, és akkor biztos abba ültek a területi képviselő kollégák. Ez most is így zajlik, el kell menni az étterembe, vagy a kocsmába este, és ott egy kicsit barátkozni a tulajjal. Hát nyilván a partnerekhez igen, járnak a kollégák, úgyhogy igen, van ilyen. Szóval ahhoz azért nagyon vagánynak kell lenni, hogy nőként sörös matricás kocsival este kezébe csapjál egy dealre a kocsma tulajdonossal. Ez az, amiről ugye beszélgetünk, hogy ez most mennyire lehet természetes, mennyire van az az előítélet, hogy igen, ez egy vagány dolog, meg ez egy kemény dolog, és ezt nem biztos, hogy egy nőnek csinálnia kellene. Ma már ez nem egy nehéz fizikai munka, hiszen nagyon sok minden automatizált, és nincs szükség nehéz dolgokat emelgetni, de hogy van ez a kép. És ez a mi feladatunk, hogy ezeket lebontsuk, ezeket az előítéleteket, és igyekezzünk megmutatni azt, hogy ezeknek a munkaköröknek, vagy lehetőségeknek mi a szépsége, és mi az, amiért mondjuk egy hölgyszám mára is, ez egy teljesen oké munkakör lehet. Van olyan, hogy diverzitás kihívás számotokra? Meg kell oldani azt a problémát, hogy azon túl, hogy több női vezető legyen a termelésben. Mi az, ami a magyar valóságban még felmerül ebben a dologban? Amikor én ide kerültem, és elkezdtem ebben foglalkozni, akkor a Heinekenen belül, akkor én a legnagyobb kihívásnak azt éreztem először, hogy tényleg tudatosítsuk, hogy ez mi. Említettem a dolgozói felmérésünket, és azt, hogy ebben nagyon jó eredmény volt mindig is. Amikor először erről elkezdtem beszélni, akkor nem nagyon értették a kollégák, hogy most miért. Ja. Nincs ezzel semmi gond, nem kell vele foglalkozni, jól vagyunk. Tehát először szerintem a kihívás az, hogy értsük, hogy mi a sokszínűség. Mert hogy nem csak az, hogy legyen több női vezetőnk. Aha. Tehát azért lehet ezt is picit túltolni, és lehet idegesíteni a kollégákat avval, hogyha folyamatosan erről beszélünk. És nem is cél ez. Tehát, hogy nem ez a cél, meg nem ez az egyetlen dolog. Hanem tényleg az a féle nyitott és elfogadó kultúra, ami egyébként megelőzi azt, hogy sokszínűek legyünk. Aha. Csak hogy egy példát mondjak, az, hogy küzdjünk azért, hogy több női kolléga legyen Sopronban a gyárban, de mondjuk nem volt női öltözőnk, az egy szimpla butaság, és nyilván az, hogy először befogadó legyen a környezet, beleértve ebbe a fizikai környezetet is, és nyilván beleértve a kollégák értését, a vezetők értését, addig nem érdemes azért küzdeni, hogy legyen több női kollégánk, mert el fognak menni, hiszen nem fogadja be őket az a környezet, ahova ők érkeznek. Tehát szerintem ezt így érdemes csinálni, és először ez volt a kihívás, hogy ezeket a szépségeit is megmutassuk a sokszínűségnek, hogy tényleg ez szól arról is, hogy egy megbeszélésen ne mindig azt a kollégát kérdezzük, aki úgyis elmondja a véleményét, hanem figyeljünk arra, hogy lehet, hogy van, aki mondjuk nem elsőként szólal meg, de őt is vonjuk be a beszélgetésbe, neki is adjunk lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét.
protip, aki mindig elmondja a véleményét, annak nem biztos, hogy mindig van kedve elmondani a véleményét, csak állandóan őt kérdezik. Ez meg így van, ez is egy... Ja, hát ő úgyis megmondja. Ez is egy fontos, így van dolog, hogy ezeket tudjuk kezelni csapattagként is, meg vezetőként is. Igen. Oké, tehát lehet a diverzitás témáját a mi valóságunkban úgy kezelni, hogy ne told azt túl, de mégis átmenjen az üzenet. Mi a végső cél? Az, hogy bárki bármilyen, nem tudom, háttérrel, tapasztalattal, nyilván szakmailag a helyzetbe illeszkedve megérkezzen és jól érezze magát, kb. Ez, nem? Alapvetően igen, ennyi a célunk, hogy érezzük jól magunkat, és ez egyébként az egyik értékünk is, tehát az élet élvezete, ez az egyik vállalati értékünk. Szerintem kevés vállalat van, ahol ez is az értékek, a legfontosabb értékek között van, igen. És igen, azt mondjuk, hogy mi nem sört főzünk, hanem az összetartozás kultúráját erősítjük, és azt a féle, vagy azokat a helyzeteket keressük, ahol alkalom van arra, hogy mondjuk sört fogyasszunk, de ott legyen az a féle öröm és jó érzés és együttlevés érzése, és nyilván ezt szeretnénk szervezeten belül is. Tehát igen, a végső cél az, hogy minden nap, amikor bejövünk, akkor érezzük jól magunkat, és mindenki érezze azt, hogy őt elfogadják, hogy elmondhatja a véleményét, érezze azt, hogy egy olyan közegbe érkezett, ahol ezek természetes dolgok. Alapvetően ez ami a cél, és nyilván az is cél, hogy folyamatosan fejlődjünk ebben. Uh-huh. Partnerei vagyunk most már sok éve a Hungarian Business Leaders Forumnak, aha, akik Magyarországon a sokszínűségi karta képviselői, ugye ez egy Európai Uniós kezdeményezés, és sok-sok éve mi is partnerei vagyunk itthon a HBLF-nek ebben, amit én azért szeretek, mert nagyon jó közösséget teremt arra, hogy ezt a tudást másokkal is megosztjuk, megosszuk. Nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, akár a kihívásokról, akár a sikeres aktivitásokról, és azt is, hogy folyamatosan tudunk olyan újabb és újabb témákat találni, ami még ide a sokszínűséghez tartozhat. Például tavaly dolgoztunk közösen a felszólalás kultúrájának a megteremtésén, vagy hogy hogyan lehet ezt jól megteremteni, hogy ezt a speak up kultúrának hívjuk, és idéntől pedig egy magyar jogszabály alapján, ami ugye egy EU-s irányelvet követ, gyakorlatilag az, hogy legyen egy bejelentési csatorna egy vállalatnál, bizonyos létszám felett, ez egy kötelező dolog. Tehát ugye ez a másik pillér, amit én fontosnak tartok, hogy keressük aktívan azokat a témákat, ami ide tartozhat, és fejlődjünk benne, osszunk meg tudást, tanuljunk másoktól, és így erősítsük a kultúrát mindenféle aspektusból egyre jobban. A felszólalás kultúrája az a megszólalás kultúrája, tehát merjél megszólalni, hogyha valami olyan értéged, amit nem tartasz fernek, vagy igen, valami olyasmit veszel észre. Igen. És a visszaélés bejelentés módszertan az nálatok már megvalósult? Igen. És hogy néz ki? Alapvetően megvannak az alap kellékei, megvan az a csatorna, ahol a kollégák bejelenthetik, akár anonim, akár névvel, hogyha valami olyannal találkoztak, amit nem tartanak megfelelőnek. Aha. Ugye ez ütközhet az etikai kódexbe, ez talán a legklasszikusabb, de azért kapcsolódik ez is, azért hoztam be, mert kapcsolódik ez ahhoz is, hogyha valaki úgy érzi, hogy ebben az elfogadásban és ebben a bevonódásban van valami olyan, ami nem oké, amit ő úgy érez, hogy nem fair, vagy akár mondjuk ennél nagyobb határt is átlép az, ahogy mondjuk egy vezető kommunikál, ahogy egy vezető bánik az embereivel, arra is legyen lehetősége, igen, hogy akkor ezt jelezze. Szóval, ha kijobbált velem a főnököm, akkor itt elmondhatom. Aztán kiderül, hogy, igen, hogy mennyire kijobbált valójában, igen, vagy mennyire igen, nem. Igen. Jó, tehát ezt nyilván nem kell elmagyaráznunk, hogy a hely nekem, mint egy holland cég a diverzitás kultúrájával kapcsolatban bőven hoz sok mindent az asztalra, hogyha ezt mondhatom. És értem, hogy ti igyekeztek sok mindent megtenni, hogy a mi magyar valóságunkba ehhez a dologhoz csatlakozzatok, és megvalósítsátok. Hol tart Magyarország, nem tudom, a régióhoz képest ebben a dologban?
Igen, az, hogy a gyökerek, és hogy van egy olyan globális ernyő, ami segíti a mi működésünket, az, uh-huh. az biztos, hogy előnyünkre válik. Ahogy mondtam, azért van abban szabad kezünk uh-huh. lokálisan, hogy hogyan valósítjuk meg itt azt, ami mondjuk globálisan elvárás. Például, ha visszatérek egy pillanatra, csak tényleg egy mondat erejéig a kvótákra, és persze erről is lehet vitatkozni, hogy ez most mennyire jó vagy nem jó, hogy vannak, de vannak, és szerintem egy ideig segítik azt, hogy, uh-huh. hogy fókuszba kerüljenek adott témák. Természetesen nálunk is van arra egy célkitűzés, hogy a felsővezetői körben a férfinő arány az milyen legyen 2030-ig. Szeretnénk egyébként a 30%-ot elérni. Itt 30%-ot? A női vezetők arányában. Itt Magyarországon jelen pillanatban a felsővezetői csapatunk 67% a hölgy. Wow. És hát akkor elértétek. És, kész vagyunk. Ezt elértük, de nyilván ugye azért ez alakul. Aha. Azért ebben vannak külföldi kollégák, aha. akik egy adott megbízásra érkeztek, úgyhogy erről sem szabad levenni a figyelmet. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyébként rosszak, de ez annak köszönhető, tényleg annak köszönhető, hogy kinyitottuk ezt a témát. Aha. És hogy nem csak arról beszélünk, hogy férfiak és nők, és nem jön elő az, hogy oké, de akkor ez most egy pozitív diszkrimináció, és akkor mi mindenáron csak nőket akarunk felvenni, aha. mindegy, hogy nem, ilyenek nincsen. Tehát nyilván azt vesszük fel, aki a legalkalmasabb arra a feladatra, de hogy avval, hogy a folyamatokba beépítjük mondjuk a kiválasztási folyamatunknak a része az, hogy divers panelek interjúztatnak, ezt most gyönyörűen mondtam, tehát hogy egy férfi és egy nő interjúztat, ez így teljesen egyszerűen, és az, hogy legyen a shortlistünkön mindig mind a két nemű jelölt. Ami gondolom sörfőzőmesterben nem olyan egyszerű. Ami nem mindig egyszerű, igen, és hogy nyilván vannak ennek limitációi, uh-huh. de hogy ilyenféle dolgokkal igyekszünk ezt segíteni, és szerintem tényleg az, hogy igyekszünk olyan témákról beszélni, ami közel van a kollégákhoz, ami a mindennapjaiknak a része. Uh-huh. Szerintem ezért jóféle értés van erről a szervezeten uh-huh. belül, mert hogy tényleg kulturális különbségek, generációs különbségek, ezekről merünk, ezekről akarunk beszélni, ezeket éljük. Mert ezek vannak is. És ezek vannak, aha. igen. És szerintem ezek azok a dolgok, amik segítettek nekünk abban, hogy egyébként itthon én azt gondolom továbbra is, és mondom, ennek az éves felmérés az egyik ilyen mérője, hogy okésak vagyunk ezzel, lehet persze még ezt továbbvinni, lehet új témákat behozni, ezért is jó az, hogy megkérdezzük a kollégákat, hogy egyébként nekik mit jelent ez, és egyébként ők még milyen témát hoznának be, amivel foglalkozzunk. Tehát szerintem ebben lehet jól működni a sokszínűség témakörében itthon. Mi a helyneken szervezeti célja a következő pár évre? Fog változni valamit a magyar helyneken, vagy szépen dolgoztok tovább a piacon, és igyekeztek profitot termelni? Hogy amellett, hogy sikeresek vagyunk, és amellett, hogy ezt a két fontos márkánkat folyamatosan támogatjuk, és persze természetesen cél az, hogy az értékesítésünk növekedjen, a részesedésünk növekedjen, de hogy ezt fenntartható módon tegyük, uh-huh. és adjunk vissza a kollégáknak, adjunk vissza azoknak a közösségeknek, ahol dolgozunk. Sopron várossal az együttműködésünk legyen jó, hiszen ott mi egy fontos munkáltató vagyunk, nekünk pedig fontos, hogy uh-huh. ott vagyunk. Tehát alapvetően fenntarthatóan jól működni. Ez ami a célunk. Ehhez meg kellenek fiatal női sörfőzőmesterek Sopronba, úgyhogy hajrá, nyitok a Heineken. Ez nagyon van, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Anita, és beszélgettünk egy kicsit arról, hogy a Heineken is ti hogy valósítjátok meg a diverzitást Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy voltak benne olyan pontok, ami másnak is hasznos lehet, vagy egy ötletet adhat ahhoz, hogy tovább gondolja a saját ilyenféle tevékenységüket. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.